Mindenkinek maszkot kellene hordania, ugyanis bármiféle megoldás jobb a semminél, állítja dr. Újhelyi János házi orvos. Bár a házi készítési vagy a sebészi maszkok nem védenek meg teljes mértékben a koronavírus fertőzéstől, azonban mégis érdemes azokat felvenni, amikor az utcára lépünk. Ez mind igaz, hogy valójában a maszk nem véd a fertőzéstől 100%-ban. A kilégzett levegő köhögés tüsszentéssel a magát tünetmentesnek vélt beteg is szórhatja a vírust. Ezért, ha mindenki védekezik, akkor egyrészt ez a nagy figyelem erre a vírusszóródásra nagyobb lesz, másrészt meg azok az emberek, akik tudtokon kívül nincsenek tisztában, hogy ők betegek, hordozzák a vírust, nem szórják másokra. Tehát én egy általános maszkhordásra szeretném felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy nem ártalmas, sőt előnyös, ha pár százalékba tudja visszaszorítani a betegek számát, már az is nagyszerű. És minden módszer jobb a semminél. Látok nagyon sokfajta ügyes maszkkészítést. Nem kell profi maszkot hordani, csak akkor, hogyha nyilvánvaló beteg emberrel beszélek, vagy bekerülök kontaktusba, tehát főként egészségügyi személyzet. Természetesen nem rossz, ha van, de a semminél minden megoldás jobb. Tehát én mindenképpen jónak tartom, ismerve, még látva azokat a korábbi dolgokat, amik Kínában, meg a dél-kelet-ázsiai országokban voltak, nem volt olyan ember, akin én ilyet nem láttam volna. Dr. Újhelyi János hozzátette, különböző ellentétes információkat lehet hallani a maszkok hordásáról és azok hatékonyságáról, azonban érdemes lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a maszkok valóban nem védenek meg 100%-osan az esetleges fertőzéstől, azonban a közösség érdekében érdemes lenne mindenkinek akár saját készítési maszkot hordania.